Jó reggelt kívánok mindenkinek, szó szerint jó reggelt, ugyanis hajnal 4 óra van. Igen, mi nem Nálunk szoktunk, is 4 nagyon óra. nem szoktunk aludni, ez az igazság. Budapest sosem alszik, hátulról légy szíves, ne világíts, Szabi. Futni jöttünk le, úgyhogy teszünk egy elég nagy kört. Mennyit fogunk futni, Szabi? 2-3 kilométert, ez egy ilyen laza kör lesz, most nem vagyunk valami nagy sportemberek, de jó fog esni, ez biztos. Én már régebben egyébként rendszeresen jártam futni. Aztán az utóbbi időben egy picit elmaradt ez a dolog, de most ismételten bejön. És a Patrik egyébként rovid gagyában van, boxer alsó nélkül. Ami van egy 22 éves, úgyhogy így ünnepeljük ezt a dolgot, hogy hajnal 4-kor futunk. Ez lehetne rendszeres egyébként, de akkor nyomjuk. Szóval megvolt a kör, egy 3-as lenyomtunk, még 3 haza és akkor meg lesz a 6. Itt vagyunk egyébként a hídon, go, haza. Bence, azért kértem, hogy vedd el a telefonodat, mert most gyorsan kitaláltam valamit. Igen, hallgatok. De ma van a születésnapom. Igen, 22 lettél. És minden egyes születésnapom egyébként kb. Olyan, hogy nem is emlékezem rá, csak arra, hogy volt egy buli. Nálam is, igen. Ennyi. Figyelj, ígérjük meg és fogadjuk meg azt, hogy mostantól, ettől a naptól kezdve mi hárman élményeket szerzünk, és emlékezetesen tesszük itt Budapesten, ez nagyon fontos, a születésnapunkat úgy, hogy 24 óráig nem alszunk. Jó, úgyis rengeteg lehetőség van a városban, úgyhogy hát lesz kezet, mi? Kezet. Én lesz benne. Miből válogatni, tesó? Én benne vagyok. Jó, tehát akkor akár melyikünknek születésnapja van, 24 órát nem alszunk. És innentől kezdve futunk visszafele, gyerekek. Jó, futunk visszafele. Jó reggelt kívánok mindenkinek hivatalosan is, jelenleg reggel 10 óra van, viszont teljesen fel van borulva a bioritmusunk, ami azt jelenti, hogy hajnal 4-kor voltunk egyet futni. Most mindjárt fogunk egyet reggelizni, majd egy olyan 2 óra fele lefekszünk aludni, és majd reggel 6-kor megint felébredünk és nyomjuk tovább a napot. Lehetséges, hogy nem így kellene, most valamiért így van. Viszont amíg még fent vagyok, gondoltam, hogy összedobom nektek ezt a videót, valahogy helyre kell rakni az egész bioritmusos dolgot, mert ez így nagyon nem lesz rendben. Tekintettel arra, hogy Szabolcs 22 éves lett. Ez mi? Mi? Ja? Az az életkorod, Szabi, a 22. Ja, igen. Nem tudom, bármennyire is fáj neked, nem rólad fog szólni a videó. Még mielőtt jönnének a kommentek, hogy eladtam magam. Eladtad magad. El, de... Én vagyok az első komment élőben. El, de megmagyarázom. Budapest az a város, ahol rengeteg lehetőséged van, de hogyha frissen költöztél ide, vagy csak egy turista vagy, akkor nem feltétlenül van lehetőséged maximálisan kihasználni ezeket a lehetőségeket, mivel nem ismered őket. Ez eddig tiszta? Hát én ezt eddig mondtam is. Jó. Amúgy nem baj azért, belőle meríteni. Azért fogadtam el ezt a megkeresést, mert én is ebben a helyzetben vagyok, frissen költöztem fel Budapestre, körülbelül egy vagy maximum 2 hete, és nem tudom, hogy milyen lehetőségeim vannak nagy részt. Tudom, hogy vannak itt kajáldák a környéken, de nem vagyok vele tisztában, hogy például vannak-e itt jó bárok, milyen rendezvények vannak szervezve, hol lehet jó kaját rendelni, stb. Ezért is itt van a Frappi alkalmazás, ami tökéletes lehet erre a célra. Amit telefonra lehet egyébként letölteni. Városok, ahol használhatod a Frappét és ahol kidobja neked a lehetőségeket, az nem más, mint Szeged, Győr, Budapest. Ez a 3 város van, és ezeknél tudod használni az alkalmazást. Itt az alkalmazás, és egyébként itt vannak felsorolva a dolgok. Evés, ivás, élmény, közelben, akció és program. Itt tudod görgetni, italos kedvedre. Sütiszteáz irány a montázs, ajándék limonádé a montázsban, akciósan sör, ráadásul egész hordóval, rámész, és ott minden adatot megtalálsz, hol van, hánykor. Ha például éhes vagyok, akkor megnyomom az evést, éttermet, bisztót, reggeliző helyet keresek, éppen reggeliző helyet keresünk például, mert reggel van, és itt dobja ki nekem a lehetőségeket, hogy hol tudnék reggelizni. Én egyébként nagyon fontosnak tartom a lehetőség kihasználását. Szóval az idő az nem feltétlen kedvez nekünk, mert olyan semmilyen idő van, de én azt mondom, hogy menjünk el reggelizni a Frappi segítségével, és keressük valami jó reggeliző helyet, és kajáljunk ott. Szülinapos, 30 éves, jössz reggelizni? Olyan vagy, mi? Ez a hajnali futás, látom rajtad, igen. Azon én meg akarok vágni egy videót, lehet nem meg kell reggelizni, Bence, de nem tudom, elmenjek. Figyelj, ha meg kell vágnod a videót, akkor maradj csak, mi meg megyünk reggelizünk. Még kitalálom mindjárt. Csak nézd meg, hogy áll a hajam. Hajam is milyen már. Na, Mikulás, milyen helyzet? Mikulás, 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 jajjá! Elmentünk kajálni, Szabi. Megyünk reggelizni. Jó. Vágj csak a videót, és ne felejtsd el megetetni a kutyát. Mit? Nincs is kutyám. Az tök mindegy, csak etesd meg. Majd jövünk. Elindultunk, ami azt jelenti, hogy hamarosan fogunk egyet reggelizni. Hol akarsz reggelizni?
Nem tudom. Várjál, van lapara, lapa, lap. De ne lépjél bele a csízbe, a vízbe. Laparilla, Göddeva, kávétársaság. Ezért mondom, hogy menjünk ide Rockfordba, ami 700 méterre van. Jó, menjünk. És akkor hamarosan ott vagyunk, és jelentkezünk, hogyha megkajáltunk, és meg volt a reggeli. 20 minutes later. Gyerekek, meg volt a kaja, olyan szinten telettem, hogy konkrétan gurulok hazafele, de nagyon jól esett, esküszöm. És menjünk hazafele, az a helyzet. Következő dolog, amiről akartam veled beszélni, hogyan reagáltál reggel, amikor meg volt a 6000 követőd Instagramon. Nagyon örültem. Tegnap én és Szabi kiraktuk az Instagram storyingba, hogy kövessétek be Patrikot, és ott lesz most is a leírásba, kövessétek be. Olyan szinten örült a 6000 követőnek, és amikor látta... Két szék összetörött. Két szék összetört, mert dobigált a székeket, hogy jöttek folyamatosan a követői. Bevágás. Nem hiszem el! Megint felrúgtam. Nem! Viszont a frappét azt még fogjuk ma használni biztosra, ebédén legalábbis, az tuti, és este is valamilyen helyet biztos fogunk keresni, ahol be tudunk ülni, kicsit beszélgetni, pláne, hogy Szabikának születésnapja van. Egyébként nagyon fontos, hogy az egész frappénak van weboldala is, illetve telefonra is le lehet tölteni, és az egész alkalmazás a legjobb kocsmákat, a legjobb szórakozóhelyeket és éttermeket gyűjti neked össze, és sorolja a távolság szerint neked, hogy hogyan, hol találhatod az egészet. Frappéguide.hu azt is megmutatja neked, hogy hol vannak akciók a környékeden, szóval hol tudsz olcsóban kérni az egész dologból, hogyha szeretnél elmenni mondjuk kávézni, vagy egy étterembe, vagy hasonló. És elmenjünk majd még délbe is egyet evédelni, frappéval. Most töltöm már fel a videót, pápi. Értem. És akkor majd ne pittyogj már bele a videómba. És köszönöm, hogy G1 pontot a háttérben. Ja persze, Patrik egyébként, ő csak a szokásos. Éli, csak a szokásos. 1.6. Jaj, de miért? Nehéz a meló? De ez ilyen. Szabolcs, milyen 22 évesnek lenni? Mondd már el nekem, mert 19 éves vagyok, én már érzem a derekamon, de hogy... Te a derekadon? Hát, igen. Ha de te már 22 éves vagy. Mit érzek? Mit érzel? Jót érzel? Ez ugyanolyan, mint tegnap. Én értem, de most... Nem, nagyon jól esettem, hogy ez a tegnapi futás. Annyira, ja, annyira... hajnal 4-es. Elmondom neked, ennyire jól így a lábamat nem éreztem, tudod, amik így nyom. Hát igen, az biztos, nekem is elállt a vérkeringés. Hogy hívják ezt? Izomláz. Igen, a gamereknek, a youtubereknek nem nagyon szokott az lenni, de hogy a 19 éves énethez képest például, milyen 22-nek lenni? 19 évesen még ostoba voltam. Mi voltál? Most is az vagyok, ostoba. Ja, most is az vagy. Meggondolatlan voltam, nem tudom. Az... Akkor vetted azt a hajót, nem magadnak? Ja. Minden pénzed ráköltöttem egy kis hajóra. Az az igazság, hogy megkomolyodik az ember egy idő után, de ez ilyen... De te is, mert rajtad nagyon nem lehet észrevenni. De nem, ez nem külsőleg van, Bence. Belső. Ne írogassatok, már tudom, hogy boldog születésnapom van! Szóval megkomolyodsz belülről. Igen. Ez az egy nap van, ahol... Nehéz ennyien lakni egy pedig alatt, azt tudni kell egyébként, hogy nagyon nehezen bírjuk. Ne takard már le a kezedet a lábammal! De ez az egy nap, amikor tök mindegy, hogy nézek ki, mert mindig jól nézek ki. Azért mert szűrnapod van? Igen. Ja, és akkor mindenki azt kamuzza, jól nézel ki, mert kedvesek akarnak lenni. Igen. Valakinek feltörték az autóját. Tegnap elment egy Ferrari, nem tudom pontos... Vlogolok! Ez direkt szivad. Tegnap elment egy Ferrari egyébként itt az erkélyünk alatt, és nem tudom egyébként milyen Ferrari volt, utána néztünk, 600-700 lóerő között lehetett, és 6000 köbcenti. Olyan szinten nagy volt a hangja, és olyan gyorsan elment az autók mellett, hogy mindegyik beriasztó, gyerekek. Hogy maradt 100 HP? Tegnap a gyerek annyira fáradt volt, ilyen, mit tegnap, hát ma végül is, mert ilyen hajnal 6-kor, de kurva jó, egy kora reggel, 1.6-ozott, és olyan fáradt a gyerek, hogy ott állt a bomba mellett, és így kereste a földön a bombát, és nem találta. De lehoztam a kört. Ja, hát le. Én azon gondolkodom egyébként, Szabi, hogy most, hogy 22 vagy, lassan jön az esküvő. Meg a gyerek. Hát ez már holnap jön. De 1-2 év és már itt van. Én nem ja. Tartom elképzelhetetlennek, hogy kapom de... az esküvői meghívót, meg a gyerek... Azért nem hamarkodik el ezt a dolgot, ugyanis én 27 évesen szeretnék gyereket. De Szabi, gondold már meg, az csak pár év. Hát belegondoltál? Az 5 év, papi. Igen, az nagyon kevés ahhoz képest. Ja, most ne félem is már meg. Reál Szabi esküvő, látom magam előtt. Konfetti, műanyag tányérokból ennénk. Meg kis menüt. Fölgyullad. A mennyasszonynak a szoknyája. Igen, ez... Műhetet fogok locsolni rátok. Tegnap egyébként vettünk neki. Kaptam tőlük egy olyan pezsgőt, ami 17000 forint volt. De itt nem az árat kell nézni, hanem a szándékot. A jó barát vagyok, te szeretnél volna egy ilyet, és megvásároltuk neked. Ja, és finom nem, volt. És nem... Te jó barát. Figyelj! It's your birthday! It's your birthday! Gyerekek, van egy jó ötletem.
takarítsunk, mit szóltok? Nem. Jó. Ezt szépen lennemeztétek egy-egyből. Ahelyett leokéznátok, azt mondanátok, hogy Bence, segítünk. Bence! Hárman lakunk, háziasszonyok vagyunk mind a hárman. Bence! Egyébként nagyon kemény, fel vagyunk, fel van osztva. Patriké mindig a konyha, enyém itt ez a tér, és Szabi meg a nappalit szokta takarítani. Ez a nagy dolog. Na igen, a nagyon nagy dolog tényleg a nappali, úgyhogy kb. Semmi nincs bele, csak egy sorszekrény meg egy zongora. Raknál bele, de ez az enyém. Hát mindegyben, minden. A 26-os járat leszáll. Azt hittétek egyébként, hogy ugye békés emberek vagyunk, és itt hárman el vagyunk, elbeszélgetünk. Open! Elviharászunk. Ne open ezt, már annyit! De nem vagyunk békések, egész nap kiabálunk egymással a gyerekek. Kérjél már tőle elnézést, születésnapja van a gyereknek. Ma 16. Patrik, nem adod nekem ezt a pulcsit? Ezt? Ja. Nem, hát születésnapom van. De barátok között, gyerekek, nem bóckodjatok! Ne bóckodjunk már, ingyen adjam, ne... Jó, bemegyünk már veszembe. Tudod mit? Ez meg a tiédé. Ez meg a tiédé. Tudod mit? Nem, de ez nagy rám. Nagy rám. Vegyél nekem egy másik. Kisebben. És azt is megmondom, így hozzádobom. Tudod mit? Ez meg a tiédé. Tess, adj egy ölelést, adj istenni, és nekem megkérlek. Tegnap a... Várjál már, lesz tortám. Mi kell? Torta. Torta kell neked? Ja. Milyen tortát akarsz? Dobost. Oké, okay, hello! Azért dobost, mert csak ezt az egyet is vered. Gyerekek, szerintem ez eddig ez a legrandomabb vlog, viszont remélem, hogy tetszik nektek. Igazából nincsen téma, és ezt nagyon sajnálom tényleg. Egyrészt a frappit azt meg szerettem volna nektek mutatni, hogy egy nagyon király alkalmazás, és ezért is dolgozok velük. Másrészt meg ugye Szabi is 22 éves lett, és azért meg szerettem volna valamilyen szinten örökíteni azt a napot, amikor így együtt töltsük a 22. születésnapját. Nyilvánvalóan még az Instagram story-ban fogok nektek jelentkezni a nappal kapcsolatban, a napommal kapcsolatban, vagy a napunkkal kapcsolatban. Ott lesz a leírásban minden link, és kövessetek be, és ott is beletekintettek a napjainkba. Eléggé izgalmas napjaink vannak, és itt sosem unatkozunk, gyerekek. Szóval kövessétek, én azt mondom, a sztorikat, és hamarosan jönnek a videók. Örülök, hogy velem tartottatok, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, lájkoljátok be, hogyha tetszett nektek, és még egyszer ne haragudjatok, hogy ennyire tartalmatlan volt. Nem minden napunk annyira érdekes, viszont a mai napból még szerencsére van egy kicsi, csak nagyon fáradtak vagyunk. Én Dezső Bence voltam, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!